Gergely Róbert, akkor Mr. Emmanuel, hol és hogyan született ez a dal? Az Emmanuel című dal egy Emmanuel című filmsorozatnak, legalábbis az elsőnek a slágerdala, amelyet még a múlt században mutattak be. Ez egy erotikus film, és annak idején, amikor a csillagok úgy álltak a fejem felett, akkor megkérdeztek engem, hogy lenne kedvem elénekelni ennek a filmnek a slágerét, az Emmanuel című dalt. Én akkor könnyelműen azt mondtam, hogy igen, miért is ne? És valóban Budapesten, Zuglóban, egy stúdióban elénekeltem. Nem is gondoltam azt, hogy ennek majd milyen utóélete lesz. Én csak azt tudtam, hogy ez egy feladat. Akkor és ott hallottam meg az alapot, a zenei kíséretet. A szöveg nem volt nagyon bonyolult, a dal sem az. Minden slágernek tulajdonképpen az egyik alapja, hogy ne legyen nagyon bonyolult. Vagy pontosabban az egyszerű slágereknek ez a receptje. És ez egy egyszerű sláger, nagyon könnyen megjegyezhető. És bárhol a világon, ahol elkezdik ezt játszani, vagy a dallam vagy a dallamot hallja valaki, már azonnal tudja, hogy miről van szó. Mert elterjedt az egész világon ez. Nekem talán annyiban van, vagy volt szerencsém, hogy hozzá keveredett. Nem én választottam, nem én akartam, kiválasztottam valamilyen véletlen folytán. Én ezt elénekeltem, és azt gondoltam, hogy itt vége is van. De nem, hanem ezt a dalt nagyon sokat forgatták és játszották annak abban az időben, amikor ez elkészült, mert a Filmslágerek magyarul című válogatásban ez is helyt kapott, ez a dal. És akkor én még egy ismeretlen zöldfülű, névtelen senki voltam, azt se tudták, hogy létezem a világon, vagy pontosabban a Pécsi Nemzeti Színház tagja voltam. És ott belterjesen persze tudták, hogy ki vagyok, azok, akik színházba jártak. De ez a dal megváltoztatta az én sorsomat, az életemet is, mert egy olyan irányt vett a pályán, amelyre én sem gondoltam, hogy majd így folytatódik, mert én mindig is azt hittem és azt gondoltam, hogy én majd egy színházban fogom leélni az életemet, és csak a színházzal fogok foglalkozni, de a pop szakmába, a pop világába is kicsit résnyire kinyílt az ajtó, betehettem a lábamat ebbe a résbe, és aztán kinyílt ez az ajtó, és más dolgokat is kipróbálhattam. Persze a szerelem, változatlanul a színház, a dal és az éneklés az pedig hozzátartozik ehhez, mert én azt a színházat szeretem, ahol szól a zene. És az a jelenlegi élethelyzet, amiben most vagyok, és a sorsom, hogy egy saját utazó színházam van, Gergely Teáter néven, és elég sok zenés darabot játszunk benne. Hát nem az Emmanuel című filmet játszok természetesen, mert az egy film, hanem sok-sok minden mást, és nagyon boldog lennék, és örülnénk, hogyha mi is eljöhetnénk majd ide, ebbe a gyönyörű városba, és eljátszhatnánk például a Pasika Pácban a Paprikás Csirke, vagy Texas New Yorkot, vagy a mostani bemutatónkat a Nő a Tét című darabot. Járjuk az országot, és én ma este, ezen a kellemes estén, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a tél dacára azért pluszok röpködtek jobbra-balra, együtt voltunk jó pár emberrel, egy kicsit énekeltünk, egy kicsit együtt voltunk, és talán így várva a karácsonyt, tartalmasan és szépen telt el ez az este. Úgyhogy örülök, hogy itt voltam. Egy kis dunaparti bárban, mennyi hangulat és báj van, és a titkos félhomályban, mennyi flört és
várban, és a három óra tájban még a csók is megterem. Ugye az elmúlt 60 évet tulajdonképpen valamilyen szinten megbélyegezte az Emmanuel című dal. Mi a terv a következő 60 évre? Hát ezt kegyet kérdezi meg tőlem. Először nincsenek ilyen nagy terveim. Annak idején, amikor még mondjuk 30-as voltam, de régen is volt, akkor, amikor ezt a kérdést tették föl nekem, akkor azt mondtam, hogy én tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy ember élete, egy emberöltő, az 60 év. Olyan értelemben, hogy ennyi talán jár. És minden ezt követő év már egy ajándék, egy bónusz. Én már megkaptam az életemtől azt, hogy ez a 60-as megvolt. És most minden év talán egy bónusz lesz, de remélem azt, hogy a kérdésből fakadóan lehet tervezni hosszú távra is. És igenis, én dolgozni fogok, és dolgozom mind a mai napig. Azok közé tartozom, akik nem lógatják otthon a lábukat, és azt várják, hogy a sült galamb majd berepüljön a számba, hanem valami olyasmit hoztam el otthonról, az én családomtól, hogy mi szeretjük a munkát, mi szeretünk dolgozni, én magam is. Ez nem lesz túl népszerű, amit én most mondok, de meg az a korszak sem, amire én most utalok, de azok, akik esetleg nézik ezt, pontosan tudják, hogy mit jelent az, hogyha valaki azt mondja önmagáról, hogy én sztahanovista vagyok, mert én éjjel-nappal csak dolgozom, én nekem öröm a munka. Én szeretem azt csinálni, amivel foglalkozom. Nekem nem büntetés színházat játszani, nekem nem állnak a hátam mögött, mit tudom én, váról indítható rakétával, hogy fölmenjek a színpadra, vagy hogy együtt legyek a közönséggel. Ez nekem jó érzés, örömet okoz. Úgyhogy én ezt fogom csinálni a következő körben is, hogyha még lehet. Hogyha nem ilyen nagy időintervallumot akarunk felölelni, hogy 60 év, hanem egy kicsit rövidebbet, hogyan fognak telni az ünnepek, a karácsony? A karácsony karácsonnyal fog most eltelni. Voltak olyan évek, és sok is volt ebből, amikor karácsonykor lótottam, futottam és dolgoztam. Mindenfelé rohangáltam. Színház volt, fellépések voltak. Most ez a mostani 2018-as, hála Istennek, egy kicsit higgadtabb, egy kicsit lazább, lájtosabb szokták mondani, ugye pestiesen szólva. Úgyhogy én ennek örülök. Most, hogy eljöttem ide, erre lehetett készülni, erre rá lehetett egy kicsit jobban készülni, mint máskor. Tehát ez a karácsony egyszerűbb lesz. És most már a fiam is már nagyfiú. Akkor, amikor még kicsi volt, akkor ugye be kellett osztani, hogy hova rohangálunk ki, hova megyünk, mely nagymamához, és így tovább. Ez most is persze így van, de már sokkal egyszerűbb, mert mindenki már felnőtt, hála Istennek. Úgyhogy, ha már édesanyámat szóba hoztam, persze megyünk hozzá is, vagy megyünk hozzá is Siófokra, meglátogatjuk, és együtt lesz a család. Ezt várjuk, erre készülünk lelkileg, és ez jó is lesz. Én egy kicsit főzőcskézem majd. Már meg is van a recept, vagy nem a recept, hanem hogy mi lesz a menü, de azt is tudom, hogy anyukáméknál mi lesz. A karácsonyt most karácsonynak fogjuk megélni szerintem. Hogyha egy gondolattal vagy jó kívánsággal megajándékozná a Kölcsei Televízió nézőit, akkor mi lenne az a gondolat? Ez a gondolat már régóta itt van a fejemben, hiszen 18 évesen a főiskolára kerültem, a színművészeti főiskolára, és 22 éves koromban léptem ki a nagybetűs életbe, és Nádasdy Kálmán tanárunk úgy bocsájtott minket útra, amely az én számomra is arszpoétika, és jó, hogy mondjam, útra való talán mindenkinek, aki esetleg belegondol, vagy egyetért vele. Én azt tudom üzenni mindenkinek, hogy kicsiket álmodni mindenki tud, de nagyot érdemes. Hele! Együtt úgy sor az, hogy kellene ma éjjel egy kis hacáré, hacacáré, hát legyen a számos szádé. Drágám, miért vagy páli, kilesi a hőhold ingyen, csip kis háló inget, ha valaki pajkosan kacsint rá, az a végén együtt azt, hogy kellene. Az a végén, menj, menj, jaj!
Thank you.